Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Elérkeztünk az utolsó részéhez a haladó C++ abstrakció résznek. Megnézzük, hogy mi az a shape, megnézzük, mi az ősosztály. Tehát végre most már eljutottunk ide is. Ugye eddig nagy részt a leszármazott osztályokat, tehát a konkrét alakzatokat nézegettük, ugye a vonalak, kör, télalap, stb. De ugye nem mondtuk, hogy mi az az ősosztály, és azt nem néztük meg. Úgyhogy ma ez lesz a téma, erről fogunk beszélgetni. Egyrészt megírjuk a shape-et, tehát magát az osztályt, illetve nézzünk pár kis példát, hát konkrétan egy kis példát, hogy ez az öröklődés hogyan is működik, hogyan működnek ez a virtuális függvények, illetve hogyan tudjuk őket használni. Jó. Csapjunk is bele, itt vagyunk, és tulajdonképpen az állatorvosi lovunk az lesz, ahol múltkor befejeztük, ugye ahol volt az a pár függvény, amit kirajzoltunk, ugye koordináta tengelyekkel, ha emlékeztek rá, ugye volt ez a sima van függvény, ugye volt egy ilyen lineáris ilyen slope, ugye ami az x per 2-t rajzolta ki, illetve volt nekünk ez a square függvény, ugye ez a szokásos parabola, ugye, amit hát ezeket középiskolában tanultátok, úgyhogy ez olyan nagyon nagy meglepetés nem okoz. A lényeg, hogy akkor dolgoztunk jól, hogyha ezeket látjuk, jó? És ha még emlékezetem nem csal, így van, itt még egy ilyen kis lambda expressionbe bedobtunk egy koszinusz függvényt is. Jó. Na, úgyhogy következik akkor a shape, és hogy hogyan is néz ki, illetve hogy milyen design megfontolások vannak mögötte. Úgyhogy kezdjük is el, ugye először a prototípussal, és most egy kicsit fordítva írnánk meg. Először nézzük meg a privát tagokat, tehát hogy milyen tagjai vannak ennek a shape osztálynak. Na most elsősorban van egy vektorunk, amiben majd a pontokat fogjuk tárolni. Tehát egészen pontosan azokat a pontokat, amik az alakzatunkat meghatározzák. Na most nyilván ez függ attól, hogy mi az alakzat, nyilván mondjuk egy ilyen polyline-nak, vagy ilyen sokszögnek egyértelmű, ilyen ide betesszük a pontokat, és akkor csak összekötögetjük őket. De például mondjuk egy körnél, vagy egy téglalapnál ez egy picit máshogy működik, de ez majd nyilván a design meg fogja határozni, már az osztálynak a dizájnja, hogy ez hogyan is működjön. Okés. Na van egy ilyenünk, hogy szín. Ugye ez a vonalszín lesz tulajdonképpen. És hát ezt beállítjuk ilyen alapértelmezetre, ugye amit a fulltick ad nekünk. Ebből már rájöhettetek, hogy itt fogjuk kezelni az adott alakzat vonalainak a színét, illetve itt fogjuk majd a kitöltő színt is, de előbb még nyilván ha már a vonalnál vagyunk, adjuk meg ugye a line style-t is. Hát itt most nekünk egy sima nulla igazából elég lesz, csak ugye nevet ne felejtsünk el neki adni. Jó, tehát tulajdonképpen ez az, ami a vonalunkat jellemző, ugye nyilván egy szín, meg egy stílus, hát most pontozott vagy milyen. A nulla azt jelzi, hogy az alapértelmezett, tehát ez a sima egybefüggő vonal. Jó. Adjunk neki kitöltőszint is. Ez legyen mondjuk a F-color, és állítsuk invisible-re, mert nem akarjuk, hogy kezdetben kitöltő színünk legyen. Jó. Na, hát ugye ebből látszik, hogy akkor hogyan is épül föl logikailag ez a dolog. Ugye a shape-en belül határozzunk meg a vonal színét, a vonal stílusát, illetve a kitöltő színt. Ez egy ilyen design, osztály design döntés. Nyilván mindegyik shape-nek lesz majd valamilyen színe, vagy line style-ja, kitöltő színe, legalábbis a legtöbbnek van értelmezve. Jó, okés.
Na, akkor ehhez most írunk interfészt. Ugye minden ilyen propertyhez, tehát ami ugye az osztálynak a tulajdonsága, illik írni egy interfészt, főleg, hogyha privátra van állítva. Nyilván privátra érdemes állítani. Úgyhogy akkor ezt most tegyük meg. Ugye külön nevet fogok adni neki, mert így most egyszerűbb lesz. Tehát egyrészt legyen egy ilyen, ugye a színhez, egy ilyen set color. És ez annyit csinál, hogy nyilván a lokális kolort beállítja, ugye arra, amit paraméterül adunk. Illetve legyen egy, amivel le tudjuk kérdezni. Ugye ezt nyilván konstra állítjuk, csak hogy biztos legyen, és adjuk vissza a színt. Jó. Következő legyen a line style. Ez tényleg csak ilyen mechanikus, ugye, tehát ez egy viszonylag mechanikus dolog. Ugye például, hát jobb jávás idék, tehát a jávára kiegyezett idék, majd hogy nem ezeket már, sőt ezeket gombnyomásra kigenerálják. Megkérdezi, hogy milyen fieldeket akarsz fölvenni az osztályba. Kb. Két gombnyomás és megcsinálja hozzá a getset metódusokat. Nyilván ezt itt is megtehetnénk. Már mondjuk nem ebben a programban konkrétan, mert ez ilyet nem tud, de megtehetnénk. Na most írjuk meg kézzel, mert nem olyan sok ez. És itt ugye visszaadjuk ugye az LS-t. Jó, és akkor jöjjön a szín. Ugye set fill color, és itt ugye átadunk egy ugyancsak egy ilyen color típusú struktúrát, és a lokális korolt beállítjuk erre tulajdonképpen. Jó, akkor tudunk még olyat, hogy ezt adjuk is vissza. Nyilván itt is egy ilyen kolort kell elkérnünk. Ez is konst a szokott módon, és így csak visszaadjuk a fill kolort. Jó, rendben van. Ugye a negyedik dolog pedig ugye a pont. Ugye ezt nagyon sokat használtuk igazából. Tehát tényleg ezt sokat használtuk. Ugye volt ez a point függvényünk, aminek egy sorszámot kell átadnunk, tehát hogy hanyadik pontot akarjuk elkérni. És itt ugye visszaadjuk a points vektorunknak az i-edik elemét. Így van. Jó. Oké, és ami még kell nekünk, az ugye a number of points. Nyilván, hogy tudjuk azt, hogy hány pont van a struktúránkban. Vektorunkban, bocsánat. Number of points. Ugye ez is mehet konstansként, és itt pedig adjuk vissza a points.size-ot. De a biztonság kedvéért kasztoljuk int-re, mert most pontosan nem emlékszem, szerintem ez egy valamilyen size type típusút ad vissza, mindegy, valószínűleg ez csak egy ilyen type defes valami, de így a biztos. A vektornál most pontosan nem emlékszem, de szerintem a size az egy ilyen, vagy size type, vagy valami ilyesmit ad vissza. Kasztoljuk int-re, úgy a tuti. Jó, rendben van. Na. Ami még kell nekünk, viszont ezt nem itt fogjuk megírni, hanem ezt majd megírjuk. Egyrészt kell nekünk egy draw függvény. Jó, ezt nem itt írjuk meg. Illetve kell egy move függvény.
amivel el tudjuk mozgatni esetleg az objektumainkat, pontosabban a alakzatjainkat. Viszont ezt beállítjuk virtuálisra, hiszen itt majd fontos lesz az, hogy mit mozgatunk. És ugye nyilván itt a leszármazott osztálynak a move-ját kell majd hívogatnunk. És a runtime polimorfizmus csak így működik, hogyha ezt virtuálisra állítjuk. Beszélünk majd róla hamarosan. Jó, oké, és rendben van. Na, ugye getterek, setterek megvannak, draw megvan, move megvan, pontosabban ezeket majd megírjuk. Jöjjenek a fontosabb részek, és ez pedig legyen a konstruktor. Ez pedig egy protected részbe fogjuk írni, mégpedig azért, mert ez a shape osztály egy abstract osztály lesz. Nézzük is meg, hogy mire gondolok. Ugye van egy alapértelmezettünk, illetve van egy ilyen inicializáló listás konstruktorunk is. Lehet, hogy ezt ki se próbáltuk még. Majd megnézzük, hogy működik. Jó. Hát ezt itt most megírom gyorsan, ez tulajdonképpen annyit csinál, hogy minden egyes pontot hozzáad a vektorhoz. Mindjárt nézzük ezt az addfüggvényt is. Oké is. Akkor kerüljön ide a protected-be az egy addfüggvény. Mindjárt mondjuk, hogy miért. Ugye itt is egy pontot adunk át, és egész egyszerűen annyi történik, hogy ide a points-ba szépen beletesszük P-t. Oké, és akkor kell még nekünk egy ilyen set points függvény, amivel pontosabban set point függvény. Hát lehet, hogy ezt se használnánk alapvetően, de itt tegyünk meg annyit, hogy a ijedékpontot be tudjuk állítani P-re, tehát a vektorban lévő ijedékpontot be tudjuk állítani P-re. Points i legyen egyenlő P-vel, sima kis értékadás, és ami még itt nekünk nagyon fontos, az ugye a drawlines függvény. Ezt is majd meg fogjuk írni hamarosan. Jó. Oké, és tehát ne felejtsük el, hogy három függvényt kell megírni, a draw, a move és a draw lines. Na és akkor mi történik itt? Ugye a shape-re mondtuk azt, hogy ez egy abstrakt osztály, nem tudjuk példányosítani így önmagában. Tehát ha most azt kérnénk a fordítótól, hogy csináljunk egy shape példányt, nem engedné, mert hogy a shape-ben a konstruktorok protected-ek, tehát nem hívható a kívülről, viszont a leszármazott osztályokban, publikus kiterjesztés esetén, de ebbe most nem akarok belemenni, tehát a leszármazott osztályokban a saját konstruktor már látható lesz, tehát azokat majd létre tudjuk hozni. Jó. Miért van ez a design megfontolás, meg miért érdekes ez? Egész egyszerűen az van mögötte, most ugye gondoljunk bele egy ilyen nagyon kicsit kitekert, de mégis életszerű példával. Bementek a boltba, és mondjátok, hogy szeretnék venni egy fényképezőgépet. Kérek egy fényképezőgépet. Mi a kézenfekvő kérdés? Milyen fényképezőgépet? Jó? Itt a shape-nél is ez van. A shape egy abstrakt osztály, egy abstrakt fogalom, ugyanúgy, mint a fényképezőgép. Nem mondhatod azt, hogy készítsünk egy alakzatot. Hát jó, de miért? Milyen alakzatot? És ezt a fajta gondolkodást visszük át ebbe a design megfontolásba is, hogy nem tudsz létrehozni egy alakzatot, mert annak nincs értelme. Jó, mint olyan boltba se tudsz bemenni, hogy szeretnék venni egy fényképezőgépet. Kézenfekvő kérdés, hogy miért. Jó? És ugye ez van itt reprezentálva. Most az, hogy az addot és a setpointot miért ide tettük, a mögött meg tényleg csak annyi van, hogy mindig az alakzat határozza meg azt, hogy hogyan adunk hozzá egy pontot. Ugye nyilván mondjuk egy ilyen sokszögnél, vagy egy ilyen polyline-nál
gyakorlatilag mindegy, hogy hova tesszük a pontot, viszont egy körnél már nem. Ugye nyilván végtelen mennyiségű pontot ott amúgy se nincs értelme hozzáadni, milyen pontot adunk hozzá, mondjuk a középpontot, meg a, ugye, és akkor ahhoz a sugárral ki tudjuk számolni ugye a körvonalat. És nyilván itt megint azt mondjuk, hogy igenis az adott konkrét alakzat mondja meg azt, hogy hogyan adjunk hozzá pontot. Jó? Ugyanígy a setpointnál is itt sem mindegy, hogy hogyan az. Tehát egy shape-re önmagában nem értelmezett az, hogy add egy setpoint. Jó? Ugyanígy a drawlines is. Nem tudjuk azt megmondani, hogy hogyan kell valamit, hogyan kell egy alakzatot kirajzolni. Tehát nekünk konkrétan minden alakzatra meg kell mondani, hogy hogyan van a drawlines. Nyilván itt mi most adni fogunk egy alapot, ugye, amiben csak tényleg vonalakat húzogatunk, de nyilván itt azt várjuk, hogy konkrétan az alakzat határozza meg azt, hogy milyen logika szerint kell pontokat hozzáadni, illetve vonalakat kirajzolni egy-egy alakzatnál. Jó, rendben van. Na, ami mit égett nekünk fontos, mi a helyzet a másolással? Nyilván most ezeket az objektumainkat nem lenne szerencsés másolni, mert itt a shape-ben még nem igazán tudjuk azt, hogy mit akarunk másolni. Nyilván máshogy kell másolnunk egy képet, meg máshogy kell másolnunk egy kör alakzatot, ugye már csak azért is, mert ugye a kép típusú alakzatunkban, tehát a image típusban, ráadásul dinamikusan is használ a memóriát, tehát ott erre külön figyelmet kell szentelni. Ezért itt igazából, meg amúgy is grafikában nem szerencsés az, hogyha másolgatjuk az alakzatainkat, másolgatjuk az objektumainkat, úgyhogy egész egyszerűen annyit fogunk csinálni, hogy letiltjuk a másolást, és akkor ezt itt tegyük is meg. Ugye egyrészt itt a sima másoló konstruktort, másrészt pedig ugye a másoló értékadást. Operátor egyenlő, és ott ugye onShape ref. Így van, és akkor ezt is itt letiltjuk. Jó. Nyilván van erre is megoldás, ez most kimutat a mai anyagból. Általában ezt ilyen klónozásnak szokták hívni, és akkor arra írnak egy ilyen klónfüggvényt a konkrét leszármazott osztályba. Itt most elégedjünk meg egyelőre ezzel. Jó. Ami még nekünk fontos, hogyha, ahogy említettem is, ugye az image osztályunk használ memóriát a FreeStore-ban, tehát dinamikusan, tehát a FreeStore-ba foglalunk neki memóriát. Ezért kell destruktor is, és emiatt, hogy ezt használjuk, ezt is virtuálisra kell állítanunk. Jó, hogy nyilván az adott alakzat hívódjon ugye a runtime polimorfizmus kapcsán, illetve a runtime polimorfizmus során. Jó. Alapvetően ennyi lenne igazából a shape osztályunk, tehát nyilván különösebben nem kell lesz nekünk egyelőre komplikálnunk. Úgyhogy most csináljuk azt, hogy írjuk meg a maradék azt a három függvényt, ami kell nekünk, és akkor minimálisan még beszélgetünk majd ezekről. Na! Úgyhogy akkor kezdjük a drawlines-szal. Jó. Mit csinálunk itt igazából? Vonalakat fogunk rajzolni. Semmi különös. Nyilván itt ennek az ősosztálynak a drawlines függvénye bőven elég, hogyha ennyit csinál, hogy szépen összekötögeti a pontokat. Igazából a fulltick-nek a line függvényét fogjuk hívni. Csak nyilván előtte egy picit azért ifezgessünk. Nyilván a szokott módon ugye egyrészt megnézzük, hogy van-e, hogy látható-e a szín. Másik az, hogy ugye a points-nak a mérete, tehát hogy ennél több pontunk van-e. Nyilván, ha egy vagy nulla pontunk van, akkor nincs mit rajzolgatni.
Jó, és akkor itt meg szépen annyit csinálunk, hogy végigmegyünk az összes ponton. Már is elírtam, úgyhogy points, pont size. És ugye hívjuk a FL-line függvényt, ugye ez a fultiknek a vonalrajzoló függvénye tulajdonképpen. És ugye egyrészt kötjük az E-1 X-et, E-1 Y, és a I-edik XY pontot. E-1, XY, IXY. Jó. Alapvetően tényleg ez csak ennyi lenne. Jó. De nézzük meg, hogy mit csinál a move függvény. Ez ugye nem konst, mert változtatjuk az értéket. Viszont ugye a paramétereket ne felejtsük. Ugye DX, DY. Ugye az, hogy mennyivel toljuk el. És itt ugye ezt minden egyes pontra megcsináljuk. És ugye a X és Y koordinátákra értelemszerűen külön-külön. Tehát tulajdonképpen ennyi, hogy tényleg minden egyes pontját eltoljuk, ugye így az egész alakzatot toljuk, mozgatjuk valamerre. Jó, rendben van. És akkor a harmadik, ugye a draw függvény, amiben lesz már érdekes dolog. Ez eddig viszonylag egyértelmű. Ugye ez fogja nekünk tulajdonképpen az alakzatot kirajzolni. Jó. Itt is egy pici adminisztratív dolog lesz. Először lekérjük a színeket. Tehát az, hogy ugye ilyen alapértelmezett színek. Sajnos ez a fulltickben ilyen nagyon alabucin van megoldva, mert igazából nincs tökéletes megoldás arra, hogy jó, rendesen hordozható legyen a kód, és muszáj ezeket megtennünk. Oké, és jó, itt beállítjuk ugye azt a szint, ami ugye a shape-en belül be van éppen aktuálisan állítva, és ugyanezt tesszük a vonal stílussal is, tehát hogy most a szaggatott vagy nem szaggatott. Itt is a line style-től egyrészt elkérjük a style-t ilyen a sima style függvénnyel, illetve elkérjük a szélességet a width függvénnyel. Remélem jól írom. Jó, és akkor itt jön az érdekes rész, ugyanis itt hívjuk a drawLines függvényt. Mindjárt beszélünk róla, hogy mi is ez a drawLines. Jó, aztán szépen visszaállítjuk a szint meg a line style-t a default értékre. Jó, na de mi ez a line style? Vagy mi drawlines tulajdonképpen, mit hívunk itt ilyenkor, melyik drawlines-t? Hát ugye ez pontosan az, amit itt néztünk, hogy a drawlines az miért is virtuális, ugyanis ugye amikor hívjuk a draw függvényt, akkor konkrétan már az a drawlines fog itt hívódni, amilyen típusba vagyunk. Tehát hogyha ki akarunk rajzolni egy kört, ugye hívjuk a draw függvényt, és ugye itt hívódik a drawlines, de melyik drawlines? Hát a körnek a drawlines függvénye.
Ugye ez az, amit runtime polimorfizmusnak hívunk, hogy futási időbe dől el, hogy milyen típusban vagyunk, és az szerint fog ez a drawLines itt hívódni, ezért kell nekünk itt ez a virtuál kód szó. Jó. Elég annyit egyébként megjegyezni, hogy mindig az aktuális típusnak a tagfüggvénye fog így hívódni. Jó. Ez a virtuális függvényeknek egy ilyen nagyon nagyon egyszerű és nagyon alapmódon történő körülírása. Ennyi most szerintem nekünk itt elegendő is. Jó. Na hát alapvetően akkor szerintem megírtuk a shape-et, mert szerintem úgy ennyi. Próbáljuk is ki, hogy működik-e. Jó, ezek a warningok még múltkorról maradtak bent, elnézést kérek érte. Itt pedig van egy hiba. Szerintem ez itt pointsnak kéne, hogy legyen. Na nézzük hol. 117 a headerbe. Így van points, point size. Ugye, mert itt a vektornak a méretére vagyunk kíváncsiak, az pedig points. Fordítsuk újra. Jó, most már csak a warningok vannak, és akkor futtassuk. Igen, itt van egy hiba, valami range errort kapunk. Lehet, hogy elértem itt egy a kiírást vagy a bejárást, már is ellenőrizzük. És itt point size van. És... itt nem nullától megyünk. De bizony, hogy nem. Itt egytől megyünk. Ugye, mert... i-1-től. Több jónak tűnik. Úgyhogy akkor próbáljuk újra. Ezek a warningok még mindig rettenetesek. De semmi gond. Jó, rendben van. Igen, ez volt a hiba, ott nem nullától megyünk, hanem egytől. Na és akkor látjuk, hogy igazából így akkor a shape is működik, mert ugyanazt kapjuk, amit múltkor. Ez egy elég jó kis kiindulás itt, hogyha a function, meg az axis, meg a text működik, akkor az ősosztály nagy valószínűséggel rendben van. Oké. Na, így az első részre én ennyit is gondoltam. Tehát a shape akkor így rendben van. Van nekünk egy ilyen osztályhierarchiánk. Jó. Hát, most mondhatnátok, hogy csináltam volna UML osztálydiagramot. Ez így most nekünk igazából elég. Ugye látjuk, hogy itt van a shape, mint absztrakt ősosztály, tehát vannak a leszármazott osztályok, és akkor ezt így szépen tudjuk, meg tudjuk jeleníteni, hogy hogyan is néznek ezek ki. Ugye itt a kör, az ellipszis, akkor ugye van ilyen, hogy open polyline, és akkor abból egy mart polyline, close polyline, és így az összes többi shape, amit itt látunk. Jó? Hát így néz ki valahogy most nekünk ez a kis grafikus programunk, ha úgy tetszik. Nyilván itt az öröklődés kapcsán előjönnek olyanok, hogy mi van a leszármazott osztályban, mi van az ős osztályban. Ugye egy nagyon egyszerű kis ábrát mutatnék itt, hogy nyilván az adattagok a leszármazott osztályban egész egyszerűen csak megjelennek. Ugye például itt van egy ilyen példa, hogy a kör egy olyan shape, aminek van egy rádiusza, tehát egy sugara. Jó? Ugye nyilván a pont, a line color, meg a line style az ugye megjelenik a körben is, tehát a circle osztályban is, és annyival bővítjük ki, hogy adunk neki egy ilyen R-t, és ezt meg is tudjuk nézni itt kódba. Hát itt megpróbálom úgy valamelyest itt tartani, és akkor ezt meg is tudjuk majd nézni, hol is van a körünk. Header nézzük, bocsánat. Így van, itt van a körünk, és ugye látjuk, hogy igazából csak egy integerrel bővítettük ki, egy R-rel, ahogy az itt látszódik is.
Látszódik is az ábrán is. Így van, tehát itt bővítettük egy R nevű adattaggal, és itt is csak ennyivel bővült tulajdonképpen, tehát ez elég jól jellemzi a dolgot. De nyilván itt írtunk saját konstruktort, ugye megírtuk a saját drawlines-t, illetve pár ilyen, ugye ez a getSet függvényeket az új adattaghoz, illetve ezt a center függvényt, mert ez kellett ugye a kirajzoláshoz. Pontosabban a kirajzolás kicsit faramúcin működik itt a fulltickbe, hogy ezért volt rá szükségünk. Jó, a lényeg, hogy egy adattaggal bővítettük, illetve pár függvénnyel ezt az objektumot. Itt a következő részben egy nagyon kis példát írnánk erre a overridingra, amit így az öröklődés kapcsán előjöhet. Egy nagyon kis technikai példa itt az öröklődés és az override, tehát a felüldefiniálás kapcsán, illetve hogy ezek a virtuális függvények, illetve hogy, tehát, hogy pontosan hogyan is kell ezt használni. Úgyhogy írjunk is egy egyszerű kis példát. Ide a, hát legyen egyszerűen inherit.cpp. Hát ide az órába. Okay. Tehát legyen egy struktúránk, most tényleg ez ilyen nagyon technikai lesz, mert tényleg nem ez a lényeg, hogy most ez éppenséggel csináljon is valamit, csak tényleg, hogy lássuk, hogy ez hogyan működik. És akkor legyen két függvényünk, legyen egy virtuális F függvényünk, amit állítsunk konstansra. Csináljunk egy kis hiba, egy nagyon egyszerű kis nyomkövetést pontosabban, és mindig csak írjuk ki azt, hogy éppen melyik osztály melyik függvényét hívjuk meg, illetve melyik osztály melyik függvénye hajtódik végre. Akkor legyen itt nekünk egy gink, ez is legyen konstans, és ez is csak írja ki, hogy ugye a B, G-ben vagyunk. Így van. Tehát két ilyen nagyon egyszerű kis függvény, csak kiírjuk, hogy éppen hol vagyunk pontosan. Na, akkor csináljunk ennek egy kiterjesztést. És itt most csináljuk azt, hogy felül definiáljuk az F függvényt, vagy legalábbis reméljük, hogy felül definiáljuk. Mindjárt beszélünk erről, hogy ez mit is jelent. És ez pedig legyen a DF. Így van, mert most a DF-ben vagyunk. Legyen egy gink. Jó, de ez most ne legyen konst. Majd beszélünk róla, hogy ez miért érdekes. És itt írjuk ki megint a DG-t, tehát az, hogy DG-ben vagyunk. Jó. Na. És akkor csináljunk még egyet. Ez legyen a D, valamint, hogy DD, és ez legyen D-nek a leszármazottja. Jó. Itt megint csinálunk egy F függvényt, nem lesz konst. Így van, nem lesz konst, és írjuk ki a nyomkövetést, hogy ez a DD-nek az F-je. Valamint csináljunk egy G-t. Ez most legyen konst. És itt is írjuk ki, hogy mi most a DD G-ben vagyunk. DDF, DDG. Így van. Jó. Na, készítsünk egy függvényt, amit majd hívni fogunk, és adjunk át neki paraméterül egy B referenciát. Ugyanis erre majd illeszkedni fog minden. És hívjuk a F-et, illetve hívjuk a G-t. És majd megnézzük, hogy mi történik. Jó, dobjuk be egy mainbe,
csináljunk mindegyikből egy-egy példányt, és hívjuk a call függvényt ezekre a példányokra. Ezen felül hívhatjuk lokálisan is, és akkor ezt szerintem tegyük is meg, legyen egy BF, legyen egy BG, ugye legyen egy DF, DG, és legyen egy DDF, DDG. Jó, és dobjuk vissza a nullát, valamint még tegyünk egy include-ot. Hát, és egy usingot is. Ha már elfelejtettük kiírni a cout elé a névteret. Jó, na nézzük, mi történik. Na, ugye szépen itt kinyomköveti nekünk, hogy mi történik. Ugye először a kólok jönnek, lehet, hogy ide még beteszek egyet. Csak hogy lássuk, hogy hol ér véget a call. Jó. Na, és ugye akkor mi történik? Ugye látjuk azt, hogy ugye először átadjuk B-t, és itt B-be hívjuk, mármint hogy a call függvénybe hívjuk F-et és G-t, és itt szépen ki is írja, hogy BF, BG. Hát ez eddig rendben van, itt semmi különös nem történt. Jó. Na, itt akkor megyünk egyel tovább, és átadjuk D-t, ugye ami illeszkedik B-re, tehát ez rendben van, és hívjuk az F függvényét, hát melyik F függvény fog lefutni, itt látjuk, hogy a D F függvény fog lefutni, tehát itt szépen felül definiáltuk a B-nek az F függvényét. Ugye ezt nyilván megtehetjük, ugye virtuálisan van a függvény, tehát a runtime polimorfizmus miatt, ugye itt látjuk azt, hogy itt ez a lokális B, ez tulajdonképpen D típusú, tehát D mint D-nes típusú, tehát ezért hívódik ez a függvény. Viszont miért nem a G függvény hívódik? Hát azért nem, mert egyrészt ezt nem definiáltuk felül. Jó, tehát itt egy B típus van, és ezért a B-nek a G függvényét fogja hívni. Ugye nagyon fontos, hogyha felül akarunk definiálni egy függvényt, akkor ugyanolyan névvel, ugyanolyan típussal kell rá hivatkozni, és a const kulcsszót is oda kell tenni. Jó? Tehát ez fontos, hogy tényleg ugyanolyan legyen a függvény. Jó? Ezért is nem működik. Na, menjünk tovább. Mi történik a továbbiakban? Ugye itt hívjuk DD-re a call függvényt, de itt ugye megint van egy hibánk, ugyanis itt DD-ben az F nem fogja fölül definiálni D-nek az F függvényét, hanem marad ez az F függvény, és ezt is látjuk itt. Jó? Tehát D-nek az F függvénye fog itt most nekünk hívódni. Jó? Tehát ez itt nem definiálódott úgymond fölül. Pontosabban a fölül definiálódott, csak ugye a runtime polimorfizmus miatt nem így fog működni. Jó? Tehát itt ez most nem fog működni. Jó. Oké, és menjünk tovább. Ugye itt vagyunk a G-nél. Úgy is van, hogy a DD-nek a G-je, ez pedig egy BG lesz, mert itt ez látjuk, hogy megint nem definiálódott, nem virtuális függvény, tehát itt az ősosztálynak a G-je fog hívódni. Jó. Na, ugye véget ért a call függvény, mi fog változni, mi az, ami más? Nyilván az, hogy itt már a runtime polimorfizmus, tehát itt még él
tehát itt még figyelni kell arra, hogy a runtime polimorfizmus az működik és üzemel, tehát virtuális függvényekként működnek a dolgok, tehát úgy kell rájuk tekinteni, hogy virtuális-e a függvény vagy sem. Jó. Viszont itt kívül már más a helyzet, mert itt látjuk, hogy itt szépen mindegyik a maga felül definiált függvényét fogja itt szépen meghívni. Tehát a B a B-ket, a D a D-ket, a DD pedig a DD-ket, tehát ez itt rendben is van. Jó? Tehát alapvetően itt tényleg az a lényeg, hogy itt egy B-referenciát adunk át, és nyilván itt az öröklődés, illetve az override, a felüldefiniálás miatt egyrészt nem mindegy, hogy most virtuális a függvény vagy sem, másrészt pedig, hogy tényleg azt definiáljuk-e fölül, tehát ugyan-e, olyan-e a függvény, mint amilyet szeretnénk. Jó? Okés. Na, ami segíthet nekünk, és ezt jó is, hogyha használjuk, az ugye a override új szó. Így van. Tegyük ezt oda mindenhova, és rögtön látni fogjuk azt, hogy hol követtünk el hibát, mert itt rögtön jelzi nekünk, hogy például a DG override-ként van jelölve, de nem definiál fölül semmit. Ugye, mert nem const. Jó? Tehát erre ez egy segítség nekünk, ugye az override kulcs, hogy ezt megtegyük. Jó, akkor itt van a másik, a DDF. Jó, ugye már ez az F-it konst, ez pedig nem. Jó, a harmadik pedig a DDG, mert itt pedig konstként van a G, egyébként meg nem az. Jó, tehát itt tényleg csak az a kérdés, hogy fölüldefináljuk-e az ősosztály adott nevű függvényét, vagy pedig egy saját külön függvényt hozunk létre. Tehát ez a G nem ennek a G-nek a felüldefiniálása. Jó. Ez itt a lényeg, és ez itt a fontos. Erre figyeljünk oda, mert nem mindegy, hogy mit akarunk. Jó? De az override kulcsszó segít nekünk, használjuk nyugodtan. Jó. Hát... Jó. És itt már rögtön a fordító jelez nekünk, hogyha valami gond. Oké is. Na! Ezzel akkor a végére is értünk tulajdonképpen a mi kis grafika programunknak, vagy ennek a... Hát nem is a grafika volt itt a lényeg igazából, hanem tényleg az, hogy picit itt az objektumorientáltság, meg az objektumorientált tervezés kapcsán egy picit elmélyedjünk a dologba. Nem annyira tudunk most elmélyedni sajnos, mint amennyire szeretnék. Ugye, ahogy mondtam, sajnos úgy alakult, hogy itt most meg kell állnunk, kicsit besűrűsödtek a teendőim, de fogjuk folytatni. Most jön egy nagyobb szünet, szeptemberben fogjuk folytatni, amikor is kezdődik a bevezetés a programozásba óra. Jó, de még mielőtt ebbe belemennénk, szokásomhoz szíven, ahogy azt korábban is, fölvillantanám a forrásokat. Jó, tehát hogy milyen forrásokból dolgoztam. Egyrészt olvasmányok és forráskód, ugye a bevezető könyvnek a chapter 12-15, illetve a prezentáció, illetve tehát ezek az ábrák, amiket ma is mutattam, illetve egyéb nyersanyagok ezen az oldalon elérhetőek. Jó? Nyilván ezt fölvillantom, mert ugye ezt nem magam találom ki, hanem tényleg egy könyv alapján megyünk, és azt dolgozzuk fel. Jó. Szóval már ennyit gondoltam. Igazából ezzel le is záródott ez a része a dolognak, tehát ez a kis objektumorientált vagy absztrakció felvezető. A mélységeibe majd később fogunk belemenni. Ahogy mondtam, most kezdődik a... Tehát lesz egy kicsit nagyobb szünet. Ősszel elkezdődik a fél év, az a bevezető tárgy, tehát a bevezetés a programozásba tárgy, aminek egy jelentős részét itt Twitch-en is meg fogjuk csinálni. Ha lesznek rendes laborok, akkor rendes laborok is lesznek, tehát akkor ott is fogunk persze dolgozni, de senki nem marad le semmiről, tehát akár valaki a Twitch-en van csak, akár valaki csak a laborokra jár, mindent hallani fog, minden szóba fog kerülni, aminek szóba kell kerülnie. És hogyha
a bevezetés a programozásba tárgy mellett után lesz idő, akkor fogunk ennek a mélyére egy kicsit beleásni. Hát ez valamikor január közepétől legkésőbb. Legkésőbb. Jó. Na. Hát akkor én mára tényleg ennyit gondoltam. Én nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmet így a egész nyáron. Tulajdonképpen egészen a generikus programozástól át egészen idáig a grafikus osztályokig. Tényleg nagyon köszönöm, hogy viszonylag sokan itt vagytok, hát mikor, hogy persze. De azért YouTube-on is van néző, aki nézegeti, van kommentek is, tehát tényleg azért köszönöm, hogy valamennyien itt vagytok, annak ellenére, hogy nyár van. Én remélem, hogy szeptemberben találkozunk. Nyilván az, aki most ezeket már úgy érti, és ezeket tudja használni, nem biztos, hogy azok minden egyes pontját élvezni fogják, és érdekesnek tartják majd a bevezetésnek. De hát, ha ők is tudnak valami újat, ugye szoktam is mondani mindig a fél év elején, hogy érdemes mindenkinek odafigyelni, hát ha valami új koncepciót, vagy egy új nézőpontot sikerül, új nézőpontból sikerül megvilágítanom bizonyos dolgokat. Bevezetés a programozásba, de nyilván azt is azért sokféleképpen lehet. Jó, találkozzunk ősszel, mindenképp szeptemberben menni fog itt Twitch-en, függetlenül attól, hogy milyen lesz a helyzet, mindenképp fogjuk nyomni. Jó. Na, én még egyszer tényleg nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmet, találkozunk szeptemberben.